Elemi rehabilitációs program indult el a Fehérbot Alapítványnál. A program a felnőtt korban látássérülté vált emberek számára nyújt segítséget, olyan módon, hogy az elemi rehabilitációs tanárok több modulos rendszerben újra tanítják a mindennapi élet folytatásához szükséges ismereteket az érintetteknek. Vendégeim a stúdióban a Fehérbot Alapítvány elnöke, dr. Szabóné Bokis Edina és Petrus Anita, a Fehérbot Alapítvány mentálhigiénikusa. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Beszéljünk először is arról, hogy mi is az az elemi rehabilitáció. Az elemi rehabilitáció a látássérülté vált emberek újra tanulását, tudnám így elmondani, hogy újra megtanuljanak látássérültként is önállóan az életüket minden területen élni. Szükséges, hogy megtanuljanak például önállóan közlekedni, számítástechnikai eszközöket használni, a mindennapos eszközöket úgy használni, például a konyhába is, hogy ott őket baleset ne érje. Ehhez elengedhetetlen az elemi rehabilitáció, amit egy pályázati program keretében valósít meg az alapítványunk, és itt több modulon keresztül lehet ezeket úgymond elsajátítani. Kinek milyen hosszú idő ez, hogy elsajátítja. Vannak... Ne szaladjunk ennyire előre. Akkor, amikor megtörténik egy ilyen, bármilyen korban, lényeg az, hogy korábban volt látási képessége, nyilván megtanult élni azzal együtt, hogy lát, és ezt elveszíti, ezt a képességét. Első időben már eleve ez egy sok hatás, gondolom. Illetve nem mindegy, hogy valaki ezt hirtelen veszíti el, ezt a képességét, vagy egy folyamat eredménye lesz az, hogy elveszíti. Az sem mindegy, hogy teljes mértékben elveszíti, vagy valamilyen képessége megmarad. Gondolom az első időben van a legnagyobb szükség a mentálhigiénikus munkájára, és ezt már Anitától kérdezem. Mi az, amiben tudnak segíteni a Fehérbot Alapítványnál az ilyen embereknek? Így van, tehát hogyha a látássérülés nem születéstől meglévő, hanem szerzett, tehát később alakul ki valamilyen baleset vagy betegség következtében, akkor az ember mindenképpen egy traumát, egy krízist él át. Ezt a megváltozott élethelyzetet minden ember másképpen tudja feldolgozni. Van, aki bezárkózik, otthon ülővé válik, és nem keresi a kapcsolatot a külvilággal, valaki viszont kezdettől fogva ehhez a megváltozott élethelyzethez, illetve ennek a megváltozott élethelyzetnek megfelelő megoldást, illetve a kiutat keresi. A Fehérbot Alapítvány célja az, hogy ez utóbbi valósuljon meg a látássérülté vált embereknél, hogy minél hamarabb kapcsolatba kerüljenek a Fehérbot Alapítvánnyal, hogy bekapcsolódjanak az elemi rehabilitációs folyamatba, illetve hogy a szakembereink, a kollégáink szakszerű segítséget tudjanak nekik nyújtani. Hogyan tudnak ebben segíteni, hogy egyáltalán segítséget kérjenek, hiszen említette, hogy nagyon sokan bezárkóznak ilyenkor? Próbáljuk minél több csatornán keresztül elérni a látássérülté vált embereket. Vannak egy csoportos foglalkozások, önsegítő csoport mondjuk, aki abban segít, hogy egyáltalán elinduljon ezen az úton az, aki így járt. Így van, a szociális munka területén is, különböző tréningeken is lehetőség van csoportfoglalkozások tartására, illetve a pszichológiai szolgáltatáson belül is lehetőség van csoportfoglalkozások tartására. Igen, önsegítő csoportokat is szoktunk tartani, amelynek nagyon nagy jelentősége van, mert vannak olyan résztvevők a csoportban, akik már huzamosabb ideje látássérülté váltak, és vannak olyanok, akik a közelmúltban veszítették el a látásukat, és egymás számára a csoporttagok óriási segítséget tudnak nyújtani. És amennyire én tudom, maguk a tanárok között is vannak látássérültek, tehát igazából valóban egy hiteles program az, amiben ők bekerülhetnek. Igen, amikor egy látássérült hozzánk bekerül, és látja azt, hogy vannak nálunk olyan tanárok, akik szintén látássérültek, és közöttük vannak vakok is, és látják, hogy igen, ő is megtanulta jól kezelni például a számítógépet, és hogy igen, ezt lehet. És előttük egy példa is, és van egy olyan húzóereje is ennek a dolognak, hogy
látják, hogy ő is megcsinált, akkor én is meg tudom ezt csinálni, és sok minden, sok az ismeret, ami feléjük megy, meg egy olyan támogató környezetet tudunk a hozzánk fordulóknak biztosítani, ahol jó érzik magukat, és bizalommal fordulnak a kollégáinkhoz. Ami szerintem nagyon fontos egy ilyen élethelyzetben mindenki számára, hogy egy olyan helyre jöjjön, megtaláljuk a fiatalon látássérülté vált emberekkel, de ugyanúgy 80 évessel is, kinek mire van szüksége, és miben kéri a támogatást. Hát nincs felső korhatár. Nincs. Nálunk milyen nincs modulok közül választhatnak a rászorulók? Jelenleg, ami közül lehet választani, az a tájékozódás és közlekedés tanítása, funkcionális látásvizsgálat, funkcionális látástréning. Ezeknek az a célja, hogy akinek még valamennyi megmaradt képessége van, látásmaradványa, hogy ezt minél optimálisabban ki lehessen használni, azt a picit is. A tájékozódás közlekedés tanítással, a közlekedés, az akadálymentes, ez lehet kültéren, beltéren, bárhol. Mindennapos ismeretek tanítása, ahol a mindennapokban használt úgy konyhatechnikai eszközökön keresztül, segédeszközökön, nagy a tárház, és ezeknek az elsajátítását, hogy az otthonukban is mindenki ezt tudja alkalmazni, hogy lehet megfőzni valamit úgy, hogy akkor ne érje őket baleset. Ez is egy nagyon fontos, hogy közelítjük meg a tűzhelyet például, ami egy látónak teljesen egyértelmű, viszont látássérültként itt minden átrendeződik. Hogy kell elhelyezni úgy a konyhában dolgokat, hogy azok balesetmentesek legyenek. Mekkora a kapacitásuk? Tudnak-e mindenkinek segíteni, aki önökhöz fordul? Igyekszünk mindenkinek segíteni, aki hozzánk fordult, még senkit nem küldtünk el. Igaz, itt a pályázatban 45 főt vállaltunk be, hogy 45 főnek fogunk ez alatt az egy év alatt segítséget nyújtani, és különböző modulokon keresztül ezeket a segítségeket nyújtani. De mivel az alapítványnak nem csak elemi rehabilitációs szolgáltatása van, hanem támogató szolgálatai, illetve foglalkozási rehabilitációja, ezek a szolgáltatásokban is tudjuk őket segíteni. Ez nem helyettesíti az elemi rehabilitációt, hát ez de alapja, addig gondolom, is így van, nem lehet így van. Addig is a támogató szolgálat, amíg nem teljesen önálló, addig ott van mellette, mint segítőtárs, és mindenben tudja segíteni, és ahogy van kapacitásunk, azonnal az elemi rehabilitáció felé irányítjuk. Egy valami, ami az elemi rehabilitációnál hiány, a szakemberek. Hát reméljük, hogy ez is hamarosan megoldódik. Köszönöm szépen, hogy ma vendégeink voltak itt a stúdióban, és további jó munkát kívánok.